Fórumot rendeztek Szigetváron, ahol a várost és a környék településeit érintő útfejlesztésekről hallhattak az érintett polgármesterek pénteken. Nyugat-Baranyát érintő fontos döntés született, mondja a térség országgyűlési képviselője. Döntés született arról, hogy egy megvalósíthatósági tanulmány készül Kaposvár és Szigetvár összekötésére. Az ország észak-déli, illetve kelet-nyugati irányú tengelye szempontjából ez egy nagyon fontos döntés, és ma azért jöttünk össze, hogy előzetesen egyeztessünk Szigetvár várossal, szakmailag, illetve a környező települések polgármesterével, hogy mit gondolnak ezekről az elképzelésekről, és mi az, amit ők preferálnak a tervezési munkálatok során. A tájékoztatón ott volt a közlekedés politikáért felelős államtitkár is. A budapesti központú sugaras szerkezetű autópályák, autóutak rendszere a határok felé épül. Az ezeket összekötő körelemek kialakítása is folyik, mint például az M9-es vagy M90-es, mondta az államtitkár. Kőszeg, Szombathely, Körmend, M7-es, Balatonszemes, Kaposvár, Pécs, Szigetvár, Mohács, és az 51-es útig tartana, majd pedig természetesen lesz folytatás a Szeged irányába, illetve Szegedtől még Hódmezővásárhely, Orosháza, Békés, Csavárád, Berettyói faluig, majd Debrecen, Nyíregyházáig. Ha erre ránézünk, erre az elképzelt útvonalra, látjuk, hogy már vannak ennek kész szakasza is. Így a körgyűrűvel a nyugati országrészt kötik össze a keleti, észak-keleti részekkel. Ebben vannak baranyai szakaszok, mint például az M60-as. A Szigetvár és Pécs közti M60-as építésére, ez az M60-as folytatása, erre a szakaszra már érvényes építési engedély van. Döntés után forrás biztosítása esetén a projekt rövidesen körülbelül egy évet tud jelenteni, ez elkezdhető. Folytatódik az M60-as Szigetvár és Barcs országhatár közti szakaszának is az előkészítése, ez is szintén folyamatban van. A Szigetvár-Kaposvár szakasznak a megvalósítási tervét készítik jelenleg, tudtuk meg az államtitkártól. Ezt tavaly decemberben rendelte el. Ez pár hónapon belül elkészül, amit bemutatnak a helyi polgármestereknek is. Utána dönthetnek a nyomvonalról, majd indulhat az engedélyeztetési folyamat.